Jó, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a kis videóban, nem másról lesz szó, mint a ViewBug nevezetű fotós, kihívós oldalról, úgyhogy az intro után bele is vágunk. Jó, amikor belépünk, akkor ez a felület fogad minket pár reklámmal, és elég sok reklám van egyébként az oldalon, hiszen úgy működik amúgy, mint egy GuruShots vagy egy PhotoCrowd oldal, mindkettőt már bemutattam a csatornán, úgyhogy meg is nézhetitek a tesztet. Lényegében az az egész oldalnak a célja, hogy vannak ilyen fotós versenyek, kontesztek, vagy ahogy hívjuk őket, itt challenge-eknek hívják, és ugye van egy téma, mondjuk épületfotózás, és akkor olyan témába kell nevezni, és nagyon értékes nyereményeket lehet nyerni. Itt legalábbis ezen az oldalon ilyen objektíveket, kamerákat, mindenféle ilyen fotós eszközt lehet nyerni, úgyhogy ebbe vágunk itt most bele. Van egy ilyen membership tagság, ami egész sok extrát hordoz magával, tehát hogy nincsenek hirdetések, sok képpel nevezhetsz egy-egy versenyre, és stb. Egy csomó ilyen extrával jár, és még Adobe Creative Cloud előfizetésre is ad kedvezményt, a legmagasabb szintű csomag, de ezekkel most nem is foglalkozunk, aki szeretne előfizetni, az itt meg tudja nézegetni, és el is érkeztünk az oldal első nagy buktatójához, hogy egyfolytában reklámokkal dobálnak minket. No, át is tértünk ide a fotókontesztekre, és itt láthatjátok az én nevezéseimet. Ezek talán a legfrissebb nevezések, ha minden igaz, úgyhogy most keresünk valami olyan témát, ami nincs így lelakatolva előttünk, tehát hogyha prémium lennék, akkor értelemszerűen ez itt nyitva lenne, de mivel nem vagyok, az nézzünk valami olyan témát, amire van is képem, és nincs is lelakatolva. Hát... Talán ez a karácsonyi fények. Nézni kéne egy olyat, ami... Igen, itt már látom, hogy... A textúrákra meg már valószínűleg neveztem. Nem, még nem neveztem a textúrákra, ha jól látom. Hát akkor nevezünk. Egy képet kiválasztottam, ugye maximum egy képet enged, és már megyek is a feltöltésre. Nem, azt írja, már van ilyenem. Úgyhogy ezek szerint már neveztem. De vajon hol tudom azt megnézni? Látjátok, itt is egy Sigma 70-300-as objektívet lehet nyerni. Úgyhogy igazából elég durva nyeremények vannak. Tovább ugorva, ugye itt a fotóimat láthatjátok, vagyis nem az én fotóimat, hanem akiket követek, vagy akik a trendingben vannak, vagy akik az Editor Choice-ba, illetve tudunk szavazni mindenféle versenyen, úgyhogy most ide megyünk a szavazásra, és el is indítunk egyet, és úgy lehet szavazni, mindjárt be is tölt, hogy választani kell, hogy egyes vagy kettes. Ha tovább megyünk, vagyis az egyes közül kell választani egy képet, és a kettes közül is kell választani egy képet, és ha megvagyunk, akkor automatikusan vált is, tehát az egyes közül választunk, és a kettes közül választunk, vált az egyes közül, és a kettes közül, és nem muszáj ugye szavaznunk, tehát nem feltétel, mint a GuruShots-nál, hogy elvileg előrébb kerül a fotót, hogyha szavazol, itt csak egy ilyen extra, hogy szavazhatsz. Ugye itt a challenge-ek, mi is tudunk challenge-et létrehozni. Ez nagyon egyszerű, és elvileg ezt el is bírálják, nem úgy, mint a PhotoCrowd nevezetű oldalon, ahol hiába küldtem be challenge-et, azt mondták, hogy fizessek elő, és akkor majd úgy, hogy ezt is érdemes megnézegetni és beküldeni, aki itt tag. Ugyanakkor van még itt egy csomó licenszeltetni tudunk képeket, portfólió websájtot tudunk gondolom csinálni, tehát egy csomó ilyen extrával készül nekünk az oldal, illetve van mobil applikációja is, és ami szintén remekül működik, úgyhogy azt is lehet használni, van üzenetküldés, vannak értesítések, ugye, és van még egy, amit kiemelnék, hogy egy ilyen statisztika fül, nem ez, hanem van egy ilyen rendes statisztikánk is,
ami ugye a nagy része csak pro verzióba elérhető, viszont van egy, van egy ilyen pontrendszer. Ez annyit tesz, hogy kommentelnek neked, vagy te kommentelsz, vagy feltöltesz fotót, vagy nevezel versenyekre, vagy mondjuk összekötöd a Twittert, akkor ugye kapsz pontokat, és így menetelsz, és különböző ilyen extrák nyílnak meg, ahogy látjátok, nekem itt 1000 pontom van, ugye bronzba vagyok, ha jól látom, és egy extra nevezést kaptam, ugye, és minél több ilyen pontot, meg minél több ilyen díjat sikerül kiváltani, annál több extrát érsz el, úgyhogy ezt is érdemes így bepróbálni, és egyébként még amit így kiemelni érdekességképpen, hogy nemrégiben hitelesített felhasználó lettem, amit nem is értek igazából, hiszen van 23 avárdom és 12 fotón feltöltve, úgyhogy igazából nincs sok követőm se. Igazából nem is értem, hogy miért lettem ilyen hitelesített felhasználó, de hát tökre örültem neki, úgyhogy el is készült ez a videó. Már volt korábban egy cikkem erről az oldalról, viszont most úgy döntöttem, hogy itt a YouTube-on is legyen nyoma, úgyhogy hát mindenkinek ajánlom ezt az oldalt, és csekkoljátok, hogy mit tud a profilom, meg minden a leírásban lesz, és ha bármi kérdésetek van, akkor szóljatok nyugodtan, és keressünk rá egy választ. Én Szabó Viktor voltam, találkozunk a következő videóban, sziasztok!